Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, három vendég van a mai napon itt a stúdióban, és velük egy kicsit megpróbáljuk körbejárni mindazt, amit olvashattunk az elmúlt napokban Dzsudzsák Balázsról. Méghozzá Vörös Baranyi Józseffel, a Stars & Friends magyarországi ügyvezetőjével, Dzsudzsák Balázs menedzserével, Mehmet Basaránnal, Magyarországon élő török újságíróval, és Eszterházi Mátyással, a Stars & Friends magyarországi játékos ügynökével. Nem tudom, hogy hol kezdjük a dolgot, mindenki, azt hiszem, akit érdekel a téma, olvasott nagyon sok mindent itt az elmúlt napokban, attól kezdve, hogy kirúgják Dzsudzsák Balázst, azzal folytatva, hogy Kínában fogja folytatni a pályafutását, ő mindezt cáfolta. Szóval akkor hogy áll ez a történet most ebben a pillanatban? Köszöntöm a kedves nézőket. Jelen pillanatban úgy néz ki a történet, hogy Balázst nem rúgják ki, és nem megyünk Törökországba sem. Törökországban? Vagyis, bocsánat, Kínába sem. Maradtok Törökországban? Maradunk Törökországban, jó, igen. Jó, nézzük meg azt, ugye itt tulajdonképpen a török újságokból szerzi az információt mindenki, aki próbál ezzel a témával foglalkozni. Te azért elég jól ismered a török újságírást. Mi a véleményed mindarról, ami most történik? Ja, most tudjuk, hogy Törökországban, akár Magyarországon is botrányokra, szenzációkra van szükség. Főleg helyi sajtóról van szó. Nem nemzeti sajtóról, mert nemzeti sajtóban abszolút nem jelent meg Dzsudzsákkal kapcsolatban semmiféle negatívum. Belenéztem a helyi sajtóban, és akkor tényleg azt szeretnének, valami botrány legyen, és akkor helyi Bursaspor és Bursa környéken lévő szurkolók jobban olvassák a internet oldalukat, vagy napilapjukat. Nekem az a véleményem, minden rendben van a Dzsudzsákkal, és biztos vagyok benne, ott fog folytatni tovább, sőt, lehet, hogy jövőre valamelyik nagyobb csapatban is játszana, és ez nem lenne számomra meglepetés. Besiktásra, Fenerbahçe-re és Galatasaray-ra gondoltam. Erre most muszáj válaszolnod. Nagy örömmel hallgatom Mehmet szavait. Jelen állapot szerint Balázsnak az a legfontosabb, hogy újra játszon a Burzába, ugyanis jön az EB, és neki az a legfontosabb, hogy játszon, ezért mindent meg fog tenni, tehát azt gondolom, hogy majd az a jövő zenéje lesz, amit itt az úriember említett. Amúgy mindezzel összefüggésben Kínából bárki jelezte, hogy őt most, ha nem tudom, hogy ott olvassák-e a török újságokat, vagy esetleg a magyar újságokat, de onnan bárki jelezte, hogy őt mostantól kezdve azért érdekelni ez a dolog, hogyha így van. Hát azt a tendenciát láthatjuk, hogy minden jó játékos érdekes Kínában. Ezt az elmúlt hetek átigazolásai bizonyítják, úgyhogy ebből a szempontból természetesen Balázs is érdekes. De mivel mi hála Istennek nem az újságokból tájékozódunk, ezért mi tudtuk, hogy Balázsnak a pozíciója abszolút stabil a Burzában. Úgyhogy nem gondolkodtunk abban, hogy váltsunk. És hogyha most onnan Kínából jönne egy elképesztő ajánlat azért, mert hogy egyébként ők a török újságokat olvassák, vagy esetleg a magyar újságokat, és nem tőletek tájékozódnak, akkor azért elgondolkodnátok ezen a lehetőségen Balázsral együtt? Hát természetesen minden lehetőségen érdemes elgondolkodni, de hogyha a török újságokat olvassák, akkor elképesztő ajánlat nem jön, de egyébként azért, mert tehát, mint hogy nyáron is, most is természetesen Balázs folyamatosan téma az átigazolási piacon, úgyhogy nem lepődnénk meg, hogyha a 26-ig ilyen ajánlat érkezne, de egyelőre ez nem aktualitás, úgyhogy, vagy nem aktuális, úgyhogy nem mennénk a dolgok elébe. Te nagyon higgadtan elemezted most azokat a dolgokat, amelyeket a Törökországban a helyi sajtó ír, de a szurkolók is ennyire higgadtan fordulnak e felé a kérdés felé, vagy azért fel lehet őket hergelni mondjuk Balázs ellen? Most nagyon sok pénzt befektetett a Bursaspor szezon elején, és Ertuğrul Sağlam volt az edzőjük, és sajnos nem jött be nekik kívánt pozíció bajnokságban, és őt meneszteltek, helyére Galatasaray edzője jött, és elmúlt pár fordulóban jó is ment a játék, pontokat szereztek. Természetesen akár szurkolók, akár vezetők is el vannak keseredve, megkívánt pozícióban nincs a csapat, de attól függetlenül én tudom, és ottani kollégáimmal is beszélgettem, Bursában élő kollégáimmal is beszélgettem, és azt mondják, nagyon-nagyon szeretik a Dzsudzsákot, hiszen miért is ne szeretnének.
ez szívvel, lélekkel játszó egy magyar játékosról van szó, akár Szlovák Stocs, őt is nagyon szeretik, ő is cserejátékos egyelőre, de én szerintem átmenetileg lehet, hogy következő fordulóban már kezdő lesz, ez edzőtől függ. És Törökországban mennyire jellemző az a fajta kapkodás, amit nálunk azért lehet látni, hogyha nem jönnek az eredmények, akkor azonnal le kell valakit váltani, el kell küldeni játékosokat, arról nem is beszélve, hogy ugye a hírek arról is szólnak a csapatnál, hogy anyagi gondokkal küszködnek, vagy küszködtek, nem tudom, hogy most ebben a pillanatban hogy áll ez a helyzet, szóval mennyire jellemző ez a kapkodás? Egyelőre edzők vannak veszélyes helyzetben, és majd utána főleg csatárok szokott veszélyes helyzetben lenni. Bursaspornak mostani helyzete stabil, anyagi helyzetéről beszélek. Persze, hogy minden 18 csapat van Szuperligában, mindediknél probléma van, anyagi problémák vannak. Hihetetlenül sokat kell költeniük, ha jó csapatot szeretnének alakítani. De én azt bízom benne, ez átmenetileg ez meg fogják oldani. Mert azt mondta az imént, hogy mindenhol keresik a botrányt, mert arról lehet írni, akkor meg tudnak jelenni az újságok és a többi. De mennyire tesz ez jót vagy rosszat annak a játékosnak, akivel ti foglalkoztok, jelen esetben mondjuk Dzsuzsák Balázsnak, egy ilyen dolog, ami körülötte ilyenkor felmerül, amire neki is reagálni kell, mert hiszen láttuk, hogy ő is reagált, nektek is reagálni kell. Mit jelent ez az ő pályafutásában, vagy mondjuk ebben az időszakban? Hát mint a példa is mutatja, nem tesz jót, mert hát Magyarországon is ugye átvették ezeket a negatív dolgokat. Nem jó ez, egyáltalán nem jó senkinek, semmilyen játékosnak nem jó, de hogy régebben is tudva lévő, hogy Törökországban lévő sztárjátékosoknak is voltak problémáik, beilleszkedési problémáik, mi bízunk benne, hogy a Balázs minél előbb felveszi a versenyt. Ő teljesen pozitívan nyilatkozik mindenről egyébként. Azért, mert végül is egyetlen fontos dolog van, hogy visszakerüljön a csapatba és játszon. Ő érzi azt, hogy ezt meg fogja tudni ugrani, ezt a lépcsőfokot, és hát ugye jön az EB, és fontos neki, hogy jól játszon, és az EB-n is jól szerepeljen a magyar válogatott. És Balázs, mi ugye, amit látunk a sajtóban a nyilatkozataiból, folyamatosan azt mondja, hogy minden rendben van, semmi probléma, nem is érti, hogy mi történik, de egyébként ő, akit úgy halljuk, úgy tudjuk az elmúltakból, hogy eléggé meg tudnak viselni ezek a dolgok. Ő most mennyire van ettől mondjuk megviselt állapotban? Nem lenne igazán profi játékos, hogyha nem viselné meg ezeket a dolgok. Profik is emberből vannak, ezt ember, sosem pontosan, értem, amikor azt pontosan mondjátok, hogy mert hogy profi, de attól, hogy profi. De pont ezt akarom, tehát ő is ember, és természetes, hogy nem tesz jót neki a lelkének és a játékhoz való hozzáállásának ez az állapot, ami most van. De egy profi játékosnak azt akartam ezzel mondani, hogy túl kell lépni ezen, és mindent a cél érdekében, tehát hogy játszania kell, és ezt kell megvalósítania. Egy ilyen helyzetben, ugye mivel te mondjuk úgy a kínai vonallal foglalkozol, tehát egy ilyen helyzetben, ami mindenre kihatással van, amikor egy ilyen hír megjelenik, amikor felkapja a sajtó, amikor hetekig ezzel foglalkozunk, akkor például a ti munkátokat, a te munkádat, ez mennyiben befolyásolja? Nyilván az ember folyamatosan tájékozódik, tehát itt nem, azért ez nem úgy néz ki, hogy olvasunk egy hírt, vagy beszélünk valakivel, és akkor azonnal az ember elkezd dolgozni, és ilyen gyors sűbel a Balázs módjára próbál döntéseket hozni. Tehát mint ahogy az a döntés is, hogy a Bursaszport választottuk a nyáron, az is egy megalapozott döntés volt, tehát egy hosszas előkészítő munka előzte meg. Egy mostani váltás sem úgy történne, hogy délelőtről délutánra Kínában lennénk, hanem egészen pontosan tájékozódnánk, ami nem egy nap. Tehát ez nagyon fontos, amit mondasz, annál is inkább, mert ugye sokan attól féltik a válogatottat, hogyha mondjuk Balázs elmenne Kína irányába, akkor jóval kevesebbet tudna itt lenni az összetartásokon, ez a válogatott szempontjából sem lenne pozitív, szóval ez ügyben meg lehet nyugtatni a nézőket, ugye, meg a szurkolókat. Jelenleg nincs terben, hogy Kínába folytatja a pályafutását. Én azt gondolom, hogy Balázsnak minél előbb vissza kell kerülni a csapatba, itt le kell játszani azokat a mérkőzéseket, amik rávárnak, és az EB-n jól kell teljesíteni, mindenjünk számára ez a legfontosabb. De ha már itt tartunk, az a teljesítmény, amit eddig nyújtott a magyar válogatott, benne természetesen Dzsuzsák Balázzsal, mennyit változtat a helyzetén mondjuk a ti kapcsolatotokban, tehát nem a személyes kapcsolatotokban, hanem a munkakapcsolatban, az, hogy kijutottunk erre az Európa-bajnokságra, ez mennyit számít a játékos karrierjében?
borzasztó sokat minden magyar játékosnak, nagyon fontos a karrierében. Nagyon régen voltunk már világeseményen, és ez a világesemény ez olyan, hogy minden játékos számára nagyon fontos, és nem a személyes érdekei miatt nagyon fontos, hanem azért, hogy a válogatott minél sikeresebb legyen. Tehát ők is érzik annak a felelősségét, hogy azért az egész Magyarország figyel erre a dologra. Borzasztó sok szurkoló szeretne megjelenni ezen az EB-n, és mindenki elvárja, hogy jól teljesítsenek, és ezt ők szeretnék is, hogyha így lenne természetes. Nagyon-nagyon gyorsan leperegtek a percek, nagyon kevés időnk volt, de örülök, hogy ezeket a dolgokat egy kicsit sikerült átbeszélgetni, és hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Köszönjük. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra.